Sziasztok! Ebben a videóban az Aquaball nevű közkedvelt játékot fogom bemutatni. Az Aquaball egy csehszlovák játék, amelyet több változatban készítettek el. Az Aquaball előtt számtalan nyugati gyártó készített hasonló játékokat. A csehszlovák cég igyekezett egyedi külsőt varázsolni a játéknak, amelynek valamennyi változata sikert aratott. Az Aquaball játék a nevéből is adódóan egyfajta vízi játék. Egy keskeny akváriumszerű átlátszó tér maga a játéktér, amelyet vízzel kell feltölteni. A feltöltést a játék tetején kell elvégezni. Látszik, hogy minőségi játékról van szó, mert speciál nekem több évtizede feltöltött állapotban van elrakva, és eddig még soha sehol nem eresztette el a vizet. Nekem a sok változat közül a golyós verzió van meg, amelyben sok-sok színes műanyag golyót kell bejuttatni az U alakú kosárkákba. Az akciót egy gombbal kell elvégezni, amely a játék alján található. A trükk a nyomásban rejlik. Erősen megnyomva nagy löketet adhatunk a golyóknak, gyengébb nyomás hatására pedig kisebb lökettel emelkednek fel a vízben. Maga a gomb egy pumpaszerű eszköz, amely megkeverve a vizet lebegtetni kezdi a golyókat. A játékot lehet időre is játszani, de akár előre meghatározott számú nyomásban is megegyezhetnek a játékosok. A pekhes játékosok nagyobb nyomás esetén bejuttathatják a golyókat a játék jobb oldalának alján lévő mélyedésbe. A játék ügyességet igényel. Az Aquaballt még a mai gyerekek is nagyon szórakoztatónak találhatják. A vízben levegő golyók és gyűrűk látványossá teszik a játékot. Egy másik változatban háromszögeket, s egy megint csak másik változatban színes gyűrűket kell eljuttatni a helyükre. Vagy kis pálcikákra, vagy pedig egy Pac-Man-szerű narancssárgas, egyben átlátszó lény gyomrába. Az Aquaball egy igen szórakoztató játék, amelyet még manapság is megtalálhatunk az adok-veszek oldalakon.